mai videó az egy leülős videó lesz, hosszú idők után először egy kérdezfelelek videót fogok nektek felvenni, de arra gondoltam, hogy mégse csak itt üljek és 25 percig beszéljek hozzátok, sütünk közben egy kis sütőtökös muffint és hangolódunk az őszre. Túl van! A kedvenc videósom csatornáján találtam a receptet, őt Aprilnek hívják, három csatornája is van, a Cook with April, az April Justin TV és az April Athena 7, mind a hármat le fogom linkelni az infoboxba, és Léci az ő sütős videója alá, ahonnan a recept van, azt is le fogom linkelni, írjátok oda, hogy Ines sent me, ezután a videó után, ha ezt megnéztétek, hogy egyesítsük az ő nézőit, az én nézőimmel, és ez hihetetlenül nagy öröm lenne számomra, mert ezzel éve nézem az Aprilt, úgyhogy köszönöm szépen a receptet, thank you for the recipe, és akkor kezdjük is el! Na, úgy szól a recept, hogy minden száraz összetevőt a lisztet, ezt a pumpkin pie spice-nak mondja az Aprilt, de a mézes süteményfűszerkeverék is megteszi, nekem ez most itt az. Illetve én még teszek bele egy kis vaníliás cukrot is, sót, minden, soda bicarbonát, egy, kettő. Tekla kérte tőlem, hogy meséld el röviden az eddigi életet. 1997-ben születtem. A apukám zenész, anyukám pedig általában könyvelő volt az életem során, de egyébként volt üzletvezető is, meg most éppen a dédnagymamámat tápolja. Állandóan zenét hallgattam, gitároztam, zongoráztam, állandóan kint voltam, utáltam a lakásba játszani, mindig kint akartam lenni. A nagymamámnak volt egy háza, azt már eladtuk, úgy hitták, hogy Anna Villa, és az volt nekem a mindenem, a kastélyom. Ott voltam állandóan nyarakat, mindig sok barátom volt, itt egy pókháló. Ja, 8 osztályos évbe jártam, azzal megszenvedtem. Volt egy nagyon hosszú kapcsolatom, az 6 évig tartott. Költöztem kétszer, fél év alatt, és most itt vagyok. Nagyon boldog egyébként. Mindennel együtt összevéve én úgy gondolom, hogy boldog életem volt, és remélem, hogy mostantól is az lesz. Ja igen, és időközben elkezdtem videózni. 2014-től videózok, és nagyon-nagyon szeretem csinálni. Nem is lenne Ines videója, ha nem menegek, de 6-szor túl a kamera, de nem baj, mert addig főztem egy kávét. Na. Mi a véleményed a kihasználásról? Kérdezik tőlem Évike. Hát, ahhoz, hogy valakit kihasználjon, vagy hát egyáltalán, hogy erre hajlamos legyen, ahhoz szerintem iszonyatosan jellemtelennek és a számítónak kell lenni. És mivel merem remélni, illetve hiszem, hogy belőlem mind ez a két jellemvonás hiányzik, ezért én nekem sose voltak érdekbarátaim, és nem tudom, hogy lehet erre ráfanyalodni, hogy valakivel azért barizzak, hogy eljussak valahová, ahova egyébként magamtól is eljutnék, csak nyilván hosszú idő, vagy több idő alatt. Erre valahogy sose állt rá a szám, vagy nem tudom. Szóval fogalmam sincs, hogy aki ezt csinálja, az miért csinálja. Ha youtuber barátaid közül egy embert menthetnél meg, ki lenne az? Kérdezi tőlem a Fanny, mindenféleképpen a Csecse Attila. Na, összekeverik az olajat ezzel a tökkel, amit egyébként megsütöttem, aztán pedig lepürésítettem. Alexandra kérdezi, te várod a Walking Dead 9. évadát, vagy már nem is nézed, amióta Glenn meghalt? Amit mondtam, megmondtam. Megölni a Glennt a mai napig ki vagyok ettől borulva. Az egész hatodik évad arról szól, hogy most akkor a Glenn él vagy nem. Végig izgultam egy egész szaros hatodik évadot, hogy aztán a hetedik évad, hogy aztán a végére megkerüljön, hogy a hetedik évad első részében jól fejbe verkedjék bunkós bottal, és kilocsanjon a szeme, és meghalljon a szemem láttára, az szemétség volt. És üzenem mindenkinek, aki ezt csinálja, hogy én biztos, hogy nem nézem. Az egyszer biztos. The Secret Girl. Zsófika, neked kicsoda? Zsófika a legjobb barátnőm Katának a kislánya, és rengeteg időt töltünk együtt, nagyon picikek kora óta. Csúfoltak téged valamiért az iskolába? Kérdezi Hanna. Figyelj, ez összefog valaha. Ja, voltam Smiagol. Annak hívtak egy ideig, azt mondták rám, hogy Smiagol. Úgy nézze ki, mint Smiagol?
Nem! Akkor nagyon rosszul esett, de jutólag visszatekintve... Pulyka tojás is voltam. Dorka, fel tudod emelni a szemöldököd, miközben a másik lent van? Hm? Tojás? Ó, na jó, ezt egyesével kellett volna, de az egyik tojásom szétjött. Lilium kérdezi, ó, de szép neved van, Lilium. Aztán, ez nagyon szép. Készen állsz az anyaságra? Azt érzem, hogy egyébként igen. Azt érzem, hogy minden szempontból készen állok az anyaságra, de mégse lennék még anya. Illetve, tudod mit, ha lenne olyan, akinek szívesen szülnék, én szülnék. Na, ezt a kettőt összekeverjük. Oh my god, ez azért jól nézett. Nem ejted le, én ezt hírna, mert nyakon váglak. Oh my god, oké. Okay. Jesus fucking Christ, ezt kitalálta ki, hogy ez ennyire nehéz kell, hogy legyen. Ez nagyon nehéz, gyerekek. Nyugodtan használtam volna egy robotképet. De minek? Az isteni. Oh, még mindig olyan. Bele fog törni ez a kanál. Figyelj, ezt a számot kiajánlotta nekem a YouTube, és ezt hallgattam. Figyelj. Biztosan veheted, de mondd meg, van-e hab a kedvenc sütimet? Mi a neve? Meseszerű kép, csak egy kicsit úszik. Na, ide hoztam a muffinos tepsimet, de már ide készítettem a pite formámat is, mert biztos vagyok benne, hogy ez legalább 3 tepsi muffinra elég tészta. Én a barigattán fadár, úgyhogy én majd bele fogom menteni ebbe a pite formába, aztán csak nem mindegy, hogy felvágjuk, vagy muffin. Nagyon sokat változtam úgy az elmúlt 1-2 évben ilyen téren. Régen 3 órát el tudtam pepecselni és süteménnyel. Most már inkább meg akarom menni általában. De még nem, mert kell egy villa. Az Isten fáját. Nem igaz, hogy nem tudom ezt az összes fájnék már. Komolyan mondom. No fene. Van nekem egy csodálatos vintage tálam. És ebbe fogunk rakni vajat. Jó szobahőmérsékletű, látjátok? Ezzel lehet a jó kis morzsát, melyiket rakjam bele előbb? Ó, jaj, mondjuk ezt. A jó kis morzsát csinálni a sütőtetejére. Ez itt zab, vaj, illetve barna cukor. Nem tudom, hogy az épül mutatta a videóba, de én fogok rá tenni fahéjat is. Szerintem az jó lesz rá. Alexa, hogy taníthattál az eltén? Fogsz még ott tanítani? Úgy, hogy a konzulensem, Hammer Ferenc, akinek írtam a szakdolgozatomat, és egyébként imádom. Annyira jó fej, én nagyon szerettem őt. Ő felajánlotta, hogy tarthatnék egy órát, tehát tulajdonképpen ilyen óraadó tanár voltam, nem ilyen egész filéves tanár. A kreatív gazdasági gyakorlatokon. Na csak kimondom még ma. És ott tartottam egy órát az influencer marketingről. És hogy fogok-e még tartani, kérvényezzétek Hammer Ferenc tanár úrnál, hogy innen tartson még órát. Egyke, miért van az, hogy az emberek ellenvetései... Mi van? What? Egyke, miért van az, hogy az emberek ellenvetései belül is oltalmazzák és fohászkodnak a kecskékhez? Ugyanígy egyke, kecske. A választ nem tudom, de kecske. Mit gondolsz a kiközösítésről, iskolai bántalmazásokról? Ha visszamehetnék, csak egy napra. Egyébként engem is piszkáltak el rendesen, de ha visszamehetnék egy napra. Én úgy sajnálnám ezeket a lányokat, meg mindenkit én úgy sajnálok, aki piszkál. Mert aki piszkál, az magával nincs megelégedve. És aki valakit le akar húzni, az már alatta van. Szóval ha visszamehetnék, akkor én csak sajnálnám őket, és nem lennék rájuk dühös, és nem utálnám őket, hanem csak azt mondanám, hogy szegény lány, jó szomorú lehet, és visszatekintve nagyon igazam lenne egyébként. Hova raktam a kanalakat? Ez a gyönyörű rózsaszín, és túl szép. Ho-ho-ho, yeah. Hogy szedjem én ezt kanállal?
Na, feltöltöttem a muffin tepsimet. Mi van? Muffin formámat? Muffin izémet, na! És akkor fogunk csinálni... What the fuck? Fogunk csinálni egy sütőtökös pitét is. Multitasking. Így is van. Hát ezt hova rakjam? Ja? Várjál, mert jobbkezes vagyok ám. Ez volt itt a baj. Jobbkezes vagyok. Tedd le, asszony! Dagi leszel. És akkor a pitét azt én be is rakom igazából, és meglátjuk. Au! Miért kell ilyen forrónak lenni? Hogy vagy most Mátéval való szakítás után? Nagyon szépen köszönöm, Fanni, nagyon aranyos vagy, és erről csináltam egy posztot Instagramon, hogy nem szeretnék erről beszélni a Mátéval való szakításról. Ide kirakom a képernyőre a posztot, amit írtam, és el is mondom azt, hogy az iránta érzett szeretetem és tiszteletem az a szakítással sem fog megváltozni, és sosem szeretném őt kellemetlen helyzetbe hozni azzal, hogy arról beszélek, ami a mi kettőnk dolga. Szóval a szakításról nem fogok beszélni, de te nagyon aranyos vagy, hogy kérdezted, hogy hogy vagyok. Eltelt 3 hónap, úgyhogy most már jobban, de az eleje nagyon nehéz volt, azt be kell vallanom, és 3 napig kísértem a szobámból, sírtam, nem ettem, minden bajom volt. De most már eltelt 3 hónap, szóval tényleg szeretettel gondolok erre a korszakra vissza, és nincs bennem semmilyen ellenérzés irányába. Most éppen sulapite, és várnak a muffinokat, hogy bemehessenek a sütőbe. Közben én elmosogatok, meg sem merem mutatni, milyen káoszt csináltam ide. Úgyhogy úristen, az égben, mire én ezt elpakolom. Na hát, ilyenek lettek. Na, mire ezek itt elkészültek? Én szomszédoltam és kitakarítottam, mire itt minden elkészült. De csináltam a sütőtökös pitéhez ilyen krémsajtos a krémet a tetejére, és elkészültünk! Na, kinek van ennél ősziesebb otthon a sütőtökös muffin, sütőtökös pite, sütőtök, sütőtökös párologtató? Oh my goodness! Oh my god! Hands down! Életem legjobb muffinja. Mindenféleképpen készítsétek el. Ez a legfinomabb muffin a világon. Esküszöm. Ki az, akire mindig számíthattál a mai napig, kérdezi Barbie? Ez az anyukám. És akire a legtöbbet számíthattam anyukámon kívül, az pedig a Kata. És összességében amúgy ennyi? Ez a pite nagyon finom. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem és megnéztétek ezt a videót. Nagyon kell sírnem, mert a kamerám mindjárt túlmelegszik és megint kikapcsol rajtam. Nekem, engem kikapcsol. Úgyhogy mennem kell, csináljátok meg mindenképpen a muffint, vagy pitének, vagy bárminek, mert nagyon-nagyon finom. Köszönöm, akik kérdezett, és nagyon-nagyon szeretlek titeket. Jövök jövő héten. Sziasztok!